Jó estét kívánok, mielőtt bemutatom a vendégemet, elmondom a nap kérdését, a szerkesztő tette fel. Ő ezek szerint nézi a trónok harcát, mert hozzá tudott szólni a témához. Szájer József a holtak seregével hozta párhuzamba a bevándorlókat. Ön mit gondol a fideszes képviselő kijelentéséről? A válaszadók 14%-a szerint ez csupán egy sokak számára könnyen érthető hasonlat, míg 86% úgy véli, megalázta az egyébként is drámai helyzetben lévő embereket. Szokás szerint az ATV Facebook oldalán és az ATV.hu-n lehet szavazni egészen az adás végéig. Hát én bevallom, én nem nézem a trónok harcát, meg Harry Pottert, meg semmi ilyet nem nézek, visszamenőleg Fellinit nézek, meg ilyeneket. Nem nevetünk, Borgó úr, nem nevetünk. Harry Potter és a trónok harca azért nem ugyanaz a nem kategória, ugyanaz? De nem baj, nagyon jó. Mindegy. Maga nézi a trónok harcát? Én néztem a trónok harcát, igen. Igen, ez az, amit Magyarországon forgatnak? Nem tudom, hogy Magyarországon forgattak, de lehet. Hát mindegy, forgatnak. De maga nem különösebben érdekes, és hát egészen őszinte legyek. Komáromi Zoltán házi orvos, egy szakpolitikus sem hoz izgalomba különösebben ellenben. Latman Tamás azóta nem járt nálam. Mióta kiderült, hogy őt megtalálta, kitárta meg uraságodat? Hát a Magyar Szocialista Párt igen, és miniszterelnök előtt. És ide járt hetente egyszer-kétszer, és egy hangot nem mondott, hogy én is jelölt vagyok miniszterelnök. Nem most, mondta. De nem lehetett volna, hogy kint a sminkszobában, hogy csak úgy, egy elejtett szó. Annyira jó érdekes témák voltak, és annyira jó érdekes vendégek, hogy én voltam a legkevésbé érdekes szerintem. A Botka ugye annak idején hétfőn jelentette be, hogy visszalép a miniszterelnök jelöltségből, de ezt megelőzően ő nyilvánosságra hozta, hogy tulajdonképpen tárgyalt erről, és úgy tekinti magát, mint miniszterelnök jelölt. Összefüggés van a Botka visszalépés és az önbejelentése között? Nem, annyit mondtam, ugye voltak beszélgetések, volt egy kis stratégia, és ez fontosabb volt, mint a miniszterelnök jelölt személye. Annyi volt részemről az információ, amiről úgy gondoltam, hogy fontos, hogy az ellenzéki szavazók, ellenzéki szimpatizánsok lássák, hogy azért volt egy életképes stratégia valamikor az asztalon, ami bizonyos oknál fogva végül nem teljesedett ki. Miután számomra világossá vált, és mindenki számára, akivel ebben a témában mi együtt vagyunk, hogy ez a folyamat, amit a Magyar Szocialista Párt és a Szocialista Párt jelöltje csinál, az nem fog működni, sőt már káros lesz. Az volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy érdemes kicsit nyíltan és őszintén beszélgetni arról, hogy egyébként milyen alternatívák voltak és lehettek volna. Nem ennyire lehetett komolyan venni a szocialistákat. A Tarjányi Pétert én nem tudom megítélni, hogy milyen szakember, ismerem. De most abban az értelemben, hogy Orbán Viktorral szemben állítani egy jelöltet, az nem egy kifutó fiú dolga. Nem Tarjányt akarom megsérteni, na de hát azért mégis egy többször kormányon lévő szocialista párt egy külső embert, egy biztonságpolitikai szakértőt kér meg arra, hogy keresse miniszterelnök jelöltet. Egyébként ezt már eljátszották ezt a hülyességet, amikor a Gyurcsány lemondottnak, ki legyen a miniszterelnök, Szili Katalin személyek körüli viták után, na ki legyen a közel, most meg a Tarjányit elküldik. Na keressél már nekünk egyet. Nem, azzal együtt, hogy mondtam, én már tavaly is gondoltam őre, mint egy független egyetemi emberre. Nem Tarjányi Péter személye az érdekes, sőt megkockáztatom, még csak az én személyem sem az érdekes. Az érdekes az, hogy van egy stratégia, ehhez vannak karakterek, található a karakterek. Ennek egy fontos eleme az, hogy amiben mi gondolkodtunk, és akkor volt ebben egy támogatottság a Szocialista Párt és más ellenzéki pártok részéről is, hogy olyan jelölt legyen, aki köré olyan csapatot is lehet építeni, ami a bizonytalan és a Fideszből kiábrándult szavazók számára is vonzó tud lenni. A mi koncepciónk az volt, hogy egy pártjelölt erre alkatilag nem alkalmas, és ezért nem az én személyem volt a lényeg igazából, hanem a stratégia. Igen. És úgy gondolom, hogy az én személyem továbbra sem annyira érdekes, továbbra is a stratégia működhet. Most én nyilván ebben a politikai lögdösödésben... Kiszállt már. Nem szálltam ki ebből a szempontból, csak nem vagyok úgymond így jelölt, és nyilván most a politikában nagyon sokan engem nem kedvelnek, ami miatt az a fajta karakter, amit meg lehetett volna csinálni, az már nem fog működni, mert túlzottan, talán túlzottan belemászna ebbe a kérdésbe. Ha már mellett Tamás, ezt nem utolsó kérdés, mellett Tamás vállalta, hogyha kellő támogatottsága van, általában az ellenzéki pártok, most nem a kamupártokról van szó, meg az 1%-osokról, akkor ő képviselőjelölt lesz. Nem gondolkodt azon, hogy legalább ennyit megtett a hazáért? Mármint, hogy én mint képviselőjelölt? Úgy, mint a Mellár.
Mind a ketten egyetemi oktató. Én nem ambicionálom a parlamenti képviselői munkát önmagában. Normális ember nem ambicionálja, de mondom a hazajavára. Ez így nem... A hazajavára szerintem én sokkal hasznosabb tudok lenni az esetben egyetemi emberként továbbra is, mint egy képviselőként a sok közül. Tehát én nem a képviselő jelölti, mert a képviselőti dolgokban gondolkodtam, ami engem érdekelt, az a kampány, a kormányzás, egy jó kormányzás ígérete, ez volt az, ami engem érdekelt, erről beszéltünk, másról nem. És úgy gondolom, hogy továbbra is, hogy a kormányváltás szeretne valamilyen politikai párt 18-ban, akkor erre kell fókuszálnia, nem az a lényeg, hogy kiből mi lesz a végén. A jelölt azért érdekes, hogy alkalmas alternatíva lehet-e Orbán Viktorhoz képest, vagy nem. Jó, nézzük az első bejátszást. A HVG szerint Szájer József fideszes EP képviselő élő halottakhoz hasonlította a bevándorlókat. Szájer ezt tagadta, ám a lap az erről szóló cikkében szó szerint felidézte, hogy mit is mondott a Nemzeti Konzultációt népszerűsítő fórumán. Én Európa párti vagyok még akkor is, hogyha óriási nehézségeket látok, hogy Európa két oldala, két fele, a bevándorlás párti és a bevándorlással szembeni fele egymással hogyan fog együtt élni. Óriási dolog történt az elmúlt években. Ebben éppen a bevándorlás témája segített, mert villanófényszerűen megmutatta azt, hogy mi is a tét. Mert taszigáltunk itt egymást a szlovákokkal, meg a csehekkel, meg a horvátokkal, szerbekkel, románokkal, stb. Most mit ismertünk fel? Azt, hogy sokkal több közös dolog van bennünk. Amikor a civilizációink alapjait fenyegeti a veszély, akkor sokkal több. Sok kis nép ezen a területen, ha egymással veszekedett is, most rájött, hogy nem a belső veszély, hanem a külső számít. Hadd emlegessem a Trónok harca című filmet, a legutolsó évadban arról szól, hogy jön a halottak serege, amely minden élőt el fog söpörni a világon. És hát persze bugyuta a történet, de a lényeg mégiscsak az, hogy össze tudnak-e fogni azok egymással, akik mindenféle bajban, veszekedésben voltak, a nagyobb veszéllyel szemben. Hát a dolog azért érdekes, mert a kormánypárti nyomtatványnak a Magyar Időknek adott egy interjút, ahol kikérte magának, hogy itten halottakkal ijeszgetett, meg zombikat is emlegettek. A szerkesztő azt mondja, ő látta ezt a Trónok harcát, azok tényleg ilyen zombik. Úgyhogy fölidegesítette magát ezen a szája. Hát ugye Kossa Lajoshoz méltóan hülyeségeket mondott, hogy 5000 éve harcoltak a perzsákkal a görögök, de hát ez így rendben van. Itt elkezdett még okoskodni arról, hogy hogy működik a liberális sajtó, emlékeztetett a Népszabadságban Tellerre, de hamisított posztumusz levelére, amit egy rádiós kollégám adott a Népszabadságnak, azok meg bekapták a Holgot, de hát szegény szájra nem olvasta múlt héten, hogy az Origo hogyan kényszerült helyreigazgatásra a Ceglédi Csaba ügyében, aki állítólag több ezer diákot csapott be, aztán kiderült, hogy 11, aztán kiderült, hogy összesen 36-an adtak megbízást annak a Fideszhez közeli ügyvédnek, aki egy pertársaság keretében foglalkozik az ügye. Úgyhogy Szájer úr, tessék olvasni Origót, mondjuk normálisan nem olvassa, de adott esetben hasznos lehet. Na, beszéljük meg ezt, akkor Borgul a kolléga, Trónok harca ismerős, akkor tényleg dehonestáló ez a kifejezés, hát hogy... Igen, és pont ezt igen? Igazából a politikához sokkal jobban értőkhöz kérdezem, hogy minden politikus, tehát van egy ilyen politikai retorika, hogy így kell beszélni, hogy egybemosunk tömegeket, mert az ugye senkit nem érdekel, hogyha azt mondjuk, hogy tudom én, 10 000 menekült között lesz egy-két terrorista, hanem hogy azok mind ilyenek, nekem ettől a gyomrom felfordul, attól is már egyébként, hogy néztem, hogy a Steyert az utóbbi években lassan kezd úgy kinézni, mint egy rabbi, de amikor megszólalt, akkor rájöttem, hogy ez biztos nem egy rabbi, hanem ez egy politikus. De hogy ez a típusú emberek összemosása ilyen ocsmány, gusztustalan tömegé, hogy csak undorodjon tőlük, ez tényleg a 100 évvel ezelőtti Európát idézi, és itt most nem fogok előjönni a zsidókártyával, csak a gyomrom felfordul, mint magyar állampolgár, és kikérem magamnak. Tamás? Hát alapvetően én Szájert mindig is a fideszesek közül a jobbak közé soroltam, vagy tartozónak tekintettem. Néztem most ezt az új fizimiskát ezzel a hatalmas szakállal, aztán rájöttem, hogy ez miért van rá szükség, mert már szégyeli magát. Tehát gondolom, hogy el tud-e mögött bújni, úgy látszik, van egy ilyen működő megfelelési kényszer. Nagyon jó a kérdés, és hadd utaljak vissza arra, hogy 2015 őszén a migrációs válság kirobbanásakor a Magyar Történelem Tanárok Egyletének volt egy egészen izgalmas konferenciája itt Budapesten, ahol én is fölkérdést kaptam, hogy tartsak előadást, ez fönt van a YouTube-on, rá lehet keresni. Beszéltem itt arról, ami egy komoly probléma, ez a dehumanizálás. Amikor a menekültekkel kapcsolatos kommunikációban az emberi mi voltuktól tagadja már meg a politikai szereplő, vagy a mi voltukat tagadja meg azért, hogy legyen egy jó mondása. És igen, mert aki nézi a Trónok harcát, annak a kép működik,
az érti. És én sem nézem a Trónokharcát, nincs vele bajom, nem jutottam hozzá, amióta leszoktam a cigarettáról, keresem, próbálom az addikciókat elkerülni, tehát azért nagy népszerű sorozatokhoz óvatosan, de ez egy nagyon komoly probléma, és teljes mértékben egyetértek azzal, amit mondasz, hogy a közbeszéd felelős aktoraként ilyet nem lenne szabad mondani, mert iszonyatosan rossz hatása van. Amikor nézzük, hogy milyen erőszakos cselekmények egyebek történnek az utcán is, például milyen beszólások vannak, valakire ránéznek, és azt mondják, hogy ő ilyen migráns, tehát a társadalmi pszichét és a társadalmi léleket, lelket rombolja ez a fajta magatartás. Van egy profi politikusunk. Nem kínos ez? Nem profi, kezdő, és én inkább csak szakpolitikával foglalkozom. Viszont 10 évvel ezelőtt, amikor még ilyen furcsa csalafint a gondolataim sem voltak, akkor olvastam arról, hogy a politikusoknak körülbelül 10-12 éves gyerek szintjén kell az üzeneteiket megfogalmazni. Hát ebbe az utolsó 7-8 évben én úgy látom, most már lementünk a 6 éves korra, tehát most már tényleg a nagycsoportos óvodásoknak gügyögnek a politikusok, amit én úgy gondolom, az egészségügy pont az a téma, amit nem is lehet ilyen 6 éves szinten elmondani, de én azt remélem, hogy nagyon sokáig meg fogom tudni állni azt, hogy ilyen szinten mondjak valamit. De az Őcsényi eset nem azt bizonyította, ezeket a felhergett embereket néztem, akik nem betanított majmok voltak, hanem teljesen hétköznapi magyar állampolgárok, akikkel együtt élünk, és őszinte hevülettel üvöltöztek. Nekem erről az jutott De akkor eszembe. Ezek szerint működik Így a dolog. Van, az 50-es években ugye volt a Néprádió, amin volt Igen, egy gomb. Igen, de azt meg lehetett Kossuthra is, meg Petőfére is állítani, állítólag. Nekünk még volt a 60-as évek elején, bár akkor már nem azt használtuk. És ugye mindenki elhitte, hogy a kulákok a mindennek az okai, és hát egy néhány 10 évvel előtte volt egy Németország, ahol elhitették az egész néppel, hogy kik az... Szóval ezek mind-mind olyan tömegpszichózis, és azért ez nagyon veszélyes fegyver. Mert azért aki ilyenhez nyúl, és azért a Fidesznek ez egy óriási felelőssége, hogy ilyen indulatokat táplált be, és nem most ebbe a 7 évben, már a korábbi ciklusokban de is. Van egy Váci püspök, a Beer Miklós. Hát iszom minden szavát. Ilyenkor jól érzem magam, hogy római katolikusnak születtem, és büszke vagyok rá. De csak egy. De hát, hány püspök van Magyarországon? De a szombathelyi püspök befogadta a, igen, az Őcsénybe. Igen, kettő. Hát igen. És Erdő Péter meg elmenekült Erdő, a meg, igen. Na, zárjuk le ezt a témát, mert tényleg az ember csak elszomorodik. New York-i terrortámadás. Sötétbe borult a New York-i Empire State Building a keddi gázolásos terrortámadás áldozatainak tiszteletére. Közben vádat emeltek a merénylet elkövetője ellen. A 29 éves üzbék származású férfi tolókocsival érkezett a bíróságra. Szajfullah Szajpov az iszlám állam nevében követte el a támadást. A terrorcsoport több ezer videóját, szórólapját és fotóját megtalálták a telefonján, köztük lefejezős videókat is. Az amerikai elnök állatnak nevezte a támadót, és egyben bejelentette, hogy véget vetnek a vízumlottónak, amelynek keretében Szajpov 7 éve az Egyesült Államokba települt. Ugye ez a lottó, én nem tudtam, hogy a demokraták javasolták annak, de én tényleg nem tudtam. Több mint 2 millióan jelentkeznek rá, sorsolnak, és 50 ezer ember, szerencsés ember lap, kap zöld kártyát, és a családot is magával hozhatja. Tehát ez a dolog lényeg, hogy nem egyedül jön, hát nem lenne logikus, hanem igen. Na, de kezdjük azzal, orvos, színházi ember, kettemi, nem akarom a magamat, a másik docenshez, mert én kommunikációs szakon, de jó. Szóval, hogy a Trump halált akar, halált. Ugye, mert szövetség ügyről van szó, New York államban nincs halálbüntetés, de a Trump azt mondta a szövetségről, és azon gondolkodtam, hogy én első gondolkodtam, hogy ezt tényleg fel kell akasztani, vagy méreg injekciója, nem tudom mi. Aztán tovább gondolkodtam, és rájöttem, hogy én elfből ellene vagyok a halálbüntetésen, meg a tényleges életfolytéknak is ellene vagyok, hogy ez az ember csak üljön. Csak üljön, akár kitűzheti azt az iszlám zászlót, amit most szeretne kitűzni a kórházi szobájában, és ott rohadjon el, ahol van. Már elnézést a kifejezését. Latman kolléga, mit gondol erről? Ez túl durva, ez, amit mondtam? Nem durva, ez egy teljesen érthető érzelmi reakció egy ilyen helyzetben egy ember részéről. Az a szerencse, hogy az igazságszolgáltatásban profik, akiknek az a dolguk, hogy ezektől az érzelmi dolgoktól elvonatkoztassanak, ők hoznak döntést. Azt gondolom, hogy ennek az esetnek az igazi tanulsága egy dolog, ami nagyon fontos, hogy a terrorelhárítás tekintetében
el kell felejteni azokat, az úgymond ortodox gondolkodásokat, a terrorelhárításról beszélek, hogy a radikalizálódáshoz személyes kapcsolat szükséges. Mert itt ez az ember ma az internet korában már a videókhoz, a propagandaanyagokhoz, az indoktrinációhoz hozzá lehet férni ingyen, gyorsan, biztonságosan. És a biztonságosság nagyon fontos, mert nem megy el az arra hajlamos, mert nem kell, hogy elmenjen egy ilyen agresszív terrorista imaházba, ahol majd őt jól radikalizálják, mert ő már radikalizálja saját magát is. Tehát a klasszikus terrorista elhárító módszerek már nem nagyon működnek, és erre rá kell jönni, ezt észre kell venni. Én egy kicsit attól tartok, hogy ennek a következménye az lesz majd idővel. Most Trump őrjöngő, ezt szokta csinálni, tudjuk, ezt szeretjük benne, ennek sok foganatja nem lesz. De ami lehet, hogy ebből a szempontból érdekes lesz, és erről már láthatunk idáig is jeleket, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának a korlátozása a webes felületeken, különösen a közösségi médián nagyobb lesz a megfigyelés valószínűleg, de azt gondolom, hogy itt lesz egy váltás. Ebben. Az orvoshoz fordulok, bár nem kifejezetten orvosi téma, de talán mégis kapcsolódik. Volt egy német gróf, úgy hívták, hogy gróf Stauffenberg. Ugye megvan? Ő akarta Hitlert felrobbantani, de úgy, hogy nem úgy, hogy fogta a revolvert és durv lelőtte, hanem úgy, hogy aktatáskát, és aztán azt odébb tolták egy nagy törzsfa asztalában, megmentette Hitlert. Mekkora különbség van a közt, hogy Stauffenberg mészáros kampon végezte a többiekkel együtt, és Hitler élvezett, ez a másik állat élvezettel nézte, hogy hogyan szenvednek ki a mészáros kampon. És itt van ez az ember, aki egy órával korábban bérelt kis terótóval. Mi keresztények ilyen szerencsétlenek vagyunk, hogy egy német gróf, egy arisztokrata. Nem tudta fejben, vagy nem világos, ugye? Ahelyett, hogy fölrobbantotta magát. De ez neki eszébe nem jutott, talán mert keresztény, hogy maguk zsidók hogyanak az öngyilkossággal. Nem, bocsánat, semmi külön. Nem, tehát, hogy nem tiltott. Nem halálos bűn? De igen. De azonnal eredményes öngyilkos a halálos büntetés. De egyébként itt ez nagyon érdekes, mert valóban föl is robbanthatta volna magát, bár egyébként ő azt akarta, hogy lelőjék, ez egyértelmű, hogy kiszállt most és a fegyverét mutogatta. A New York-i terroristára gondolok, tehát ő azt akarta, hogy ne öngyilkos legyen, ugye nagy a különbség, hanem őt lelőjék és mártírként halljon meg. Ebben között is van különbség. De hogy élve maradt, az hát, ha lehet ennyire hideg fejjel és nem tudom, hideg szívvel gondolkozni, az sokkal több hasznot fog mindenkinek hozni. Már az, hogy nem halt meg on-site, hogy nem lőtték le ott az utcán a rendőrök, ami bizony sok helyen hallgatólagos megállapodás, tehát hogy a rendfenntartó erők között, hogy mi nem fog, terroristákat nem juttatunk el a bíróságig, hogyha nem kötelező. Ez Izraelben így tanulták? Ezt nem tanultuk így hát Izraelben. Hát jó, de mi volt kiadva? Mi volt szabályzatként? Arról nem beszélünk. Szabályzatként mindig életben kell természetesen, abban a pillanatban, hogy nem vagy életveszélyben, úgy nem fogsz megölni senkit, pont nemrégiben ítéltek el izraelbeni katonákat emiatt. De hogy ha ez az ember életben marad, egy csomó mindent meg lehet tudni tőle, bár igazából valóban nem volt személyes kapcsolata talán, de én azt gondolom, hogy olyan hasznot is hozhat esetleg, hogyha eljut egy olyan fokára a megértésnek, hogy ez az ember visszafordul. És sikerül valahogy használni. Jó, hallgassuk meg az orvost, nem pszichiáter. Nem, én házi orvos vagyok. Igen, akkor is. A lelki állapotról pár mondatot mondana? Én úgy gondolom, hogy az iszlám öngyilkos terroristák, és az iszlám megint csak egy nagyon érdekes, mert amit ők az iszlám nevébe elkövettek, amennyi ismeretem van, az nem feltétlen az iszlámnak a sajátossága, és mégis ezzel fanatizálnak gyerekeket, asszonyokat, hogy a robbanó mellénnyel saját magukat fölrobbantsák egy busszal. Ez annyira elszánt és tudatbeszűkült viselkedés. Már erre voltam kíváncsi. Hogy egészen biztos, hogy ezt máshogy nem lehet megcsinálni. De az, hogy most ő előkészül, és összerakja, és oda megy, ő neki tulajdonképpen, amit mondtál, hogy ha lelövik, az ő által elképzelt vége. Most, hogy nem, esetleg belenyomorodik, és éveket fog börtönbe tölteni. Éveket? Remélem, hogy nem jön ki soha. Hát, az nem tudni, hogy... Nyilván kap 24 ezer évet. Na! Szerkesztő úr, az előbb azt mondtad, hogy elvi alapon ellenzed a tényleges életfogytiglant. Ehhez képest most úgy tűnik, hogy mégis. Itt hagyj hívjam fel a figyelmet egy dologra. Abban azt mondom, nagyon fontos, hogy túlélte, és ebben tökéletesen igazad van, hogy van esély arra,
hogy kellő pszichológusok, pszichiáterek megismerjék azokat a folyamatokat, ami eredményeképpen az ember oda jutott, ahova. Nem tudom, mennyire ismerős a történet. Izraelben volt egy eset, lehet, hogy hallottál, a videót is láttam róla, hogy a fanatizált kisgyerek, akire ráadták a robbanó cuccot, a katonai ellenőrző ponttól 5 méterre összeomlott. Nem akart meghalni. Rájött, hogy nem akar meghalni. Robottal leszedették róla a dolgot, stb. Túlélte a kisgyerek. Ezek nagyon fontosak, mert egyrészt maga a lélek az ember megmenthető, másrészt meg lehet tudni, hogy mitől lesz valaki ilyen. Jó. Harmadik utolsó témánk. Én jártam Óbudán a Kenyeres utcai hospice-nál. Fantasztikus élmény volt, riportot csináltam. Be akarják zárni ezt az intézményt. 50 millió forint hiányzik, ami ahhoz képest, hogy a leggazdagabb magyarok listát most hozták nyilvánosságra, 50 millió forint egy morzsa se. Nézzük. Az ország egyetlen hospice házában 10 ágy van, folyamatosan foglaltak. Olyan betegek kerülnek ide, főleg daganatos emberek, akiket már nem tudnak segíteni. Emellett körülbelül 100 ember pedig saját otthonában ápolnak a Magyar Hospice Alapítvány dolgozói. A hospice ellátásért az alapítvány a társadalombiztosítótól kap pénzt, ez azonban költségeik felét sem fedezi. A hiányzó összeget eddig magánadományokból, 1%-os felajánlásokból gyűjtötték össze. Idén azonban nem jött össze ezekből 50 millió forint. Azt mondják, ha nem kapnak segítséget, nem tudják tovább működtetni a házat. Eljutottunk arra a pontra, hogy évi 50 millió forint állami támogatás hiányzik a működésünkhöz. Ha ezt nem kapjuk meg nagyon rövid időn belül, akkor a Budapest Hospice házat be kell zárni. A fekvőbeteg ellátást nem tudjuk tovább fenntartani. Polc Szalem Mésző Miklós felesége volt a magyarországi hospice egyik, majdnem atyát mondtam, szülőanyja, hogy így mondjam. Ő beszélt rá arra, hogy menjek el, nézem meg, mert hasznomra válhat. Nem tudtam, hogy Komáromi Zoltán kapcsolatban van ezzel az intézménnyel. Hát házi orvos sajnos kerül olyan szituációba, hogy betegei, páciensei olyan betegséget kapnak, vagy olyan betegség derül ki róla, amikor a betegségnek egy korai szakaszában, amikor látszik, hogy menthetetlen, akkor gondoskodni kell arról, hogy nem csak, hogy ő fájdalommentesen és méltósággal tudjon meghalni, de a családot is fel kell készíteni arra, ami elkerülhetetlen, és nem szabad hiú reményeket kelteni, és ez a 73, 74, 75 ember, aki ebben a házban dolgozik, olyan profi módon csinálja a dolgát 26-27 éve. Csak annyit még, civilek is bejárnak, könyvet felolvasni, csak simogatni, meghallgatni, beszélgetni, szóval egész elképesztő, hogy mennyi önkéntes megy oda. De az a stílus, az a tudás, ami nekik van, én tőlük tanultam meg profi módon fájdalmat csillapítani. Tőlük tanultam meg kommunikálni, hogy hogy mondja el az ember a családnak azt, hogy vége lesz nem sokára. És vannak olyan eseteim, hogy az egyik betegem egy epe kő műtétnél derült ki, egy epe úti daganata, hogy beszéltem a sebész kollégával, és mondta, hogy 2 hét. Fölvettem a kapcsolatot Muszbek doktornőjékkel, ők kijöttek házhoz, 2 évig élt ez a beteg, mert sikerült egy olyan sönt csövet beültetni, amivel megmentettük tulajdonképp, vagy átmentettük az életét, és a 2 évig folyamatosan tartották vele a kapcsolatot, az utolsó 3 nap feküdt be. Ezek nagyon megrendítő és nagyon szép történetek, és nekünk sajnos orvosoknak ezt profi módon kell csinálni, mert megvan rá a megoldás, de sehol nem tanítják. És hogyha ennek a háznak be kell zárni, és én nem gazdag embereket kérnék, hanem igenis a minisztérium tegye oda azt az 50 millió forintot. Annyi hülyeségre költenek emmi zászló alatt. Ez egyszerűen gyalázata a magyar kormányzatnak, a magyar egészségügynek, hogyha hagyja ezt a gárdát szétszaladni, mert ez Budapesten, és mondom, módszertanilag is egy óriási dolog, amit csinálnak. Egyetlen egy mondat, van egy külön terem, ahol a halál után a hozzátartozóknak lehetőséget adnak, hogy nyugodt körülmények közt elmélkedjenek, beszélgessenek, feldolgozzák magukban. Tehát még erre is gondoltak. Egy nagyon nagyszerű intézmény. Hát én utána nézek, és hogyha megtudjuk, akkor holnap péntek van, akkor kiírjuk holnap, hogy hova lehet küldeni, 50 000 forintot felajánlok ezúttal.
és akkor holnap befizettem. A számlaszámot holnap kiírjuk. Tamás? Alapvetően ez az ügy szerintem arra mutat rá, és nagyon fontos, Zoli, hogy említetted ezt a dolgot. Az 50 millió forint nyilván egy hatalmas nagy pénz, de mondjuk akár a költségvetés általános tartalékából is mindenféle felhatalmazás meg egyéb nélkül ennél sokkal nagyobb pénzeket költött el ez a kormány sokkal nagyobb hülyeségekre. Tehát úgy gondolom, hogy amikor van valami, aminek a hatásai egyébként ennél sokkal több vesztességet mind lélekben, mind pénzben okoznak, akkor ezt egyértelmű életben kell tartani. És hogy mennyi az 50 millió? 160 milliós az éves költségvetésük, és eztből a 160 millióból ők ezt a házat és az otthoni szakápolást évek óta csinálják 23-24 Az a gyanom, hogy itt az 1% körül volt a probléma, hogy igen. Az állam egy csomó embertől átvállalt, hogy kitöltik majd, igen. Csak éppen nem gondoltak, hogy ilyenkor az 1% ugrik. Jó, hát és de... milliárdokkal kevesebbet fizettek be az emberek 1%-ba, ami effektív szerintem a kormány kampánynak is köszönhető, hiszen mi civilek ármánykodunk a színfalak mögött, miközben talán mégsem azt csináljuk. Egyébként azt kell, hogy még elmondjam a kapcsolatban, hogy tudom, hogy a budapesti színházak gyűjtésbe kezdtek, és hogyha a kormány nem teszi oda, akkor biztos, hogy mi is budapesti színházak komolyabb összeggel fogjuk támogatni, még most novemberben ezt. Jó, hát ahogy én mondtam, én 50 000 forintot felajánlok, és akkor a szerkesztő gondolom nem lesz el. Szerkesztőnek nem lesz ellenére, hogy holnap kiírjuk a számlaszámot, és akinek van pénze 500 forinttól akár meddig, akkor támogassa. Én hogy... várom Ónodi Szűcs Zoltán és Balogh Páternek a hozzájárulását is ehhez, mert az ő felelősségük ez akárhogy is veszik. Na, római katolikusként én nem szerettem ezt a Balogh Pátert. Ő református lelkész. Azért ne. Na, kiírták, hogy változott, nem változott, de hogy írták ki most? Nem írták ki. Na, akkor a kérdés az úgy szólt, hogy szegény Szájer József a Holtak seregével hozta párhuzamba a bevárnak. Azon mondom, hogy szegény, mert szerintem 5000 éve volt a görög-perzsa háború. Hát biztos Kósa Lajos mondta neki. Ön mit gondol a Fideszes EP képviselő kijelentéséről? A válaszadók 14%-a szerint ez csupán egy sokak számára könnyen érthető hasonlat. 86% úgy véli, hogy megalázta az egyébként is drámai helyzetben lévő embereket. Köszönöm, hogy itt voltak, köszönöm az önök figyelmét, találkozunk volna.